Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyarák Anikó. Szombaton Mórahalmon ünnepelték az Országos Polgárőrnapot, amely 30 éves fennállását érte el idén. Az eseményről és a polgárőrök feladatáról, szerepéről beszélgetünk Kardos Pállal, az Országos Polgárőr Szövetség általános elnök helyettesével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát és akkor Isten éltesse a szövetséget. Hogyan ünnepeltek? Nagyon szépen köszönjük. Hát egy remek alkalom volt arra, az Országos Polgárőrnap, hogy az országból mindenhonnan érkező polgárok együtt tudják ünnepelni a születésnapunkat. Azt gondolom, hogy egy óriási pillanat az életünkben, a polgárok életében, és ezt méltó módon szerettük volna megünnepelni. Ennek adott helyt Mórahalom, és ragyogó körülmények között megfelelő színvonalon tudtuk megünnepelni a születésnapunkat. Hányan vannak ma polgárőrök országszinten, illetve az elmúlt 30 évben mennyire változott maga a polgárőröknek a szerepe? 64 ezer polgárőr lát el önkéntesen közbiztonsággal összefüggő tevékenységet ma Magyarországon. Az Országos Polgárőr Szövetség tagjai. Minden megyében működik megyei polgárőr szövetség, amelyek összefogják a lokális polgárőr egyesületeket és koordinálják a munkájukat. A polgárség feladata az elmúlt 30 év alatt egy evolúció ment keresztül, amiért a polgárség megalakult, közbiztonság erősítése, javítása nagyon sok olyan feladattal kiegészült, amit tulajdonképpen az igényekhez szabtunk, hiszen mára-már a polgárőrség a környezetvédelemmel, katasztrófavédelemmel is foglalkozik. Most az elmúlt két évben bebizonyítottuk azt, hogy óriási szerepet töltött be a polgárság a karitatív feladatok ellátásában, segítették az állampolgárokat, akár helyben, akár országos szinten, egy óriási összefogásnak lehetünk a szemtanúi. Kik azok, akik polgárőrök, illetve polgárőrök lehetnének, hiszen ugye azt gondolná a civil ember, hogy hát ott vannak a rendőrök, meg a katasztrófavédők, meg a tűzoltók, miért nem ők végzik el ezeket a feladatokat? Természetesen ők is végzik ezeket a feladatokat. Leginkább azok a lokálpatriót emberek, akik szeretnének tenni a közösségért, a lakókörnyezetükért, akik úgy gondolják, hogy az ő munkájukkal, szabadidejükkel, tudásukkal hozzá szeretnének tenni ahhoz, hogy biztonságosabb legyen egy település, egy város, akár a főváros, és ezt szervezett formában meg is tehetik. Nagyon komoly követelmények vannak, hogy valaki polgárőr lehessen, hiszen nem elég a szándék, azoknak a feltételeknek is meg kell felelni, hogy ő valóban polgárőr válhasson, el kell végezni egy alaptanfolyamot, utána vizsgát kell tennie, és utána válhat olyan polgárőré, aki valóban az után akár rendőrökkel, katasztrófavédőkkel együtt járőzik, vagy önállóan látja ezt a feladatot. Milyen hatáskörük van? A polgárőrök tulajdonképpen ugyanazokkal a hatáskörökkel rendelkeznek, mint egy állampolgár. A legfontosabb az akarat, hogy valamit szeretnének tenni. A polgárőr törvény lehetővé tette, hogy fokozott jogi védelmet kapjanak, és ezáltal, amikor az utcán szolgálatot látnak el, közszolgálati ellátó személynek minősülnek, és fokozott jogi védelem illeti meg őket. Viszont a polgárok felhatalmazást kaptak, például jelzőri tevékenység végzésére, akár az oktatási intézmények környezetében, vagy önkormányzatok felkérésére, ami tulajdonképpen köznyelven egy forgalomirányítást jelent. Biztonságosabbá teszik a közlekedést az iskolákba, figyelnek a diákokra, főleg a leginkább a tanárkérdés idejekor. Covid helyzet alatt mi volt az önök feladata? Miben tudtak segíteni? Változott bármi egyébként a polgárőrség életében? Természetesen igen. Hiszen olyan igények jelentkeztek az önfeladatok ellátására, azoknak a személyeknek a segítésére, akik erre rászorultak voltak, ami alapjaiban megváltoztatta a tevékenységünket. Egy kicsit eltolódott a polgárőr tevékenység a közbiztonsági járőrszolgálat mellett, mint ahogy említettem, a karitatív tevékenység irányába, hiszen nagyon sokszor ők mentek el az időseknek, a polgárőrök mentek el a közelbe bevásárolni, akár gyógyszert kiváltani, vagy juttatták el őket orvoshoz, vagy amire éppen szükségük volt. Számtalan esetben konkrétan a napi élelemhez juttatták az állampolgárokat, akik
ezt jelezték feléjük, és erre szükségük volt. Az elismerésen túl mire van szüksége a szövetségnek? Hogyha kívánhatna egyet szüli napjára a Polgárőr Szövetség, akkor mi lenne az? Legnagyobb feladatunk a toborzás, az utánpótlás biztosítása. Így hát azt kívánnám, hogy minél több olyan lelkes ember csatlakozzon hozzánk, akik valóban szeretnének tenni azért, hogy tiszta, biztonságos környezetben élhessünk. Hát a leginkább azt kívánjuk, hogy minél többen legyünk. A 64 ezer az kis számnak számít egyébként? Szakmai szemmel? Én azt gondolom, hogy nem számít kis számnak, de nem beszélhetünk arról, hogy elegen vagyunk, hiszen folyamatosan változik a korfá, a polgárőrségnek, az utánpótlást biztosítani kell, a fiatalokat be kell vonni ebbe a tevékenységbe, tanítani kell őket, képezni kell őket, ez óriási feladat. A fiatalokat hogyan lehet megszólítani? Természetesen elmegyünk az oktatási intézményekbe, illetve minden olyan rendezvényre, ahol találkozhatunk a fiatalokkal, bemutatjuk a munkánkat, bemutatjuk, hogy mit tesznek a polgárőrök nap, mint nap, és vonzóvá tesszük számukra, hiszen nagyon sokszor otthonról hozzák a fiatalok ezt a mentalitást, úgy, ahogy ha lehetek egy kicsit szubjektív, az én gyerekeim is látták ezt a mintát otthon, és ők is polgárőrök lettek. Így hát ők is az ő barátaiknak elmesélik ezt, és elhívják őket, hogy nézzék meg, hogy hogy működik egy polgárőrség. Kell attól tartani, hogy önöknél is, a polgárőrségnél is jellemző lehet az előregedés? Jelen pillanatban nem tartunk ettől, inkább csak arra figyelünk oda, hogy prioritásként szerepeljen ebben a tevékenységben az utánpótlás biztosítása. Hát mi egyszerű civilek pedig köszönjük a munkájukat. Kardos Pál, az Országos Polgárőr Szövetség általános elnök helyettese, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, szép napot kívánok!